Ahogy mondtam, a visszerekről és a visszerek kezeléséről fogunk beszélgetni. Itt van velem a stúdióban dr. Kósa Éva, belgyógyász, angiológus. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mit nevezünk visszérbetegségnek? Akkor kezdjük ezzel. Mik is azok a visszerek? A visszerek igazából, mint elnevezésben, az része a szervezetünknek, tehát azok az erek, amelyek a szívből az artériák szállítják a szövetek felé az oxigéndús tápanyagot, és a szövetektől a szívbe vissza az elhasználódó tápanyagok, a bomlástermékek teli vért szállítják vissza. Tehát ez egy normál, a keringési rendszerünknek a normál része, viszont az alsó végtagokban a nagyfokú terhelésnek, gravitációnak és egyéb rizikófaktoroknak, mint az elhízás, ülőálló munka, vagy a vele született hajlam, ezek a visszerek tágulni tudnak. És amikor ezek panaszokat okoznak, vagy akár esztétikailag is megjelennek, mint panasz, akkor innentől már visszértágulatról beszélünk, és innentől már kórossá válik a folyamat. Mennyi embert ez érint ez Magyarországon, vagy mondjuk el lehet határolni, hogy inkább a nőket, inkább a férfiakat érinti ez a betegség? Nagyon sok pontos adat nincsen. Elsősorban de adatok arra vonatkozónak volnának, hogy akár 40-50%-át is érinti a lakosságnak. Nehéz a felmérés, mert hogy mit tekintünk viszérnek, tehát már a hajszálereket is annak tekintjük, vagy csak a kóros tágulatokat. Mindenképpen egy nagyon nagy számú réteget érint. Férfiakban is, nőkben is előfordul. A nőknél a terhesség az mindenképpen egy olyan befolyásoló tényező, ami igen nagy rizikófaktort jelent a visszerek kialakulására. Akkor beszéljünk a típusairól. Itt említette, hogy vannak ezek a hajszál visszerek, meg vannak a nagyobb tágulatok. Akkor mi az, amikor már el kéne kezdeni foglalkozni ezzel? Vagy mondjuk a hajszál erek megjelenésekor már akkor az egy vészharangot kéne kongatni? Ez is nagyon nehéz, mert a hajszálerek, tehát nagyon sokszor a visszeresség, akár nagy látható visszerek is teljesen panaszmentesek a betegben. Ilyenkor egy esztétikai problémáról van szó. Dönthet a beteg, hogy ő szeretné ezt eltüntetni valamilyen módon, akár injekciós kezeléssel, visszérműtéttel. A probléma akkor van, amikor ez panaszokat is okoz, és a viszér elégtelenségnek a tünetei, azok nagyon súlyosak is lehetnek, tehát akár azt, hogy a betegnek a mindennapi életét, a koncentrációját, a munka idő alatt végzett figyelmét tudja befolyásolni, tehát egy nehéz lábérzés, egy lábgörcsök, fáradtság a lábban, és egy nagyon erős fájdalom jelentkezik, innentől ezek már kóros tünetek. Nagyon sokszor van olyan, hogy kevesebb a viszér láthatóan a betegnél, megvannak már ezek a tünetek, és esetleg nem is tudja a beteg, hogy neki viszeres eredetű fájdalmai vannak. Amikor fájdalmak vannak, illetve későbbiekben a lábon, a viszereken kívül, a boka körül bőrelváltozások alakulhatnak ki, bebarnul a bőr, ellilulnak, lilás kis hajszálerek jelennek meg, később aztán ez bekeményedhet ez a bőr is, akár feki is kialakulhat később. Ezeknek a tüneteknek már a korai megjelenése esetén is mindenképpen szakemberhez kell fordulni, és a megfelelő kezelést bevezetni. Az elhanyagolt visszereknek milyen tünetei lehetnek, vagy mennyire súlyosbodhat ez a helyzet, hogyha valaki nem figyel oda a visszerekre? Nagyon sokszor az elhanyagolt viszér nem csak látványban jelent problémát, hanem azt is jelenti, hogy már kialakulnak ezek a bőrtünetek. És nagyon sokszor a felületes viszértágulatnál gyulladás is kialakulhat, viszérgyulladás. A nagyfokú viszeresség azért már a trombózis irányába is, hiszen ott kialakul egy vénás pangás. Egy nagyon fontos tünetét nem mondtam az előbb, a viszérbetegségnek a lábtagadást, ami gyakran egy kezdődés.
kezdeti tünet, és sokszor adott esetben nem is figyelnek arra, hogy ez is szintén összefügghet a viszerességgel. Tehát az elhanyagolt esetben azért már sokszor látványosak a tünetek, tehát akkor már a bebarnult bőr, egy bekeményedett bőr, vagy akár kisebb fekélyek is megjelenhetnek a lábon. Akkor beszéljünk arról, hogyha valaki nem dönt, vagy az orvosa nem dönt amellett, hogy itt műtétre, vagy különböző kezelésekre kell mondjuk járnia az adott betegnek, akkor hogyan segítheti mégis otthon az ember a viszereinek az egészségét? Mik azok az apró trükkök, vagy mondjuk krémek, vagy nem is tudom, táplálkozásbeli kitételek, amiket otthon magunk is meg tudunk tenni? Kezdetileg én azt tudnám általánosan mondani, hogy a buka körüli bőrtünetek megjelenéséig azt gondolom, hogy van helyük ezeknek a kezelési lehetőségeknek, tehát mindenképpen a viszértorna, a lábak felpolcolása, olyan torna vagy sport végzése, például a kerékpározás vagy az úszás, akkor lehetőség van megelőző kompressziós harisnya viselésére. Az étkezés az általánosságban jó, de azért elsősorban a viszérre, mivel ez egy az állás és ülés közben kialakuló folyamat, tehát kevesebb a szerepe, viszont vannak viszérgyógyszerek is, és viszérkrémek is, amelyek az egészen a szövődményes stádiumig minden, tehát adott esetben vizsgálat nélkül is talán alkalmazhatóak. Azt gondolnám, hogy ha egy viszeresség ezek mellett az alkalmazások mellett rosszabbodik, akkor azért mindenképpen meg kell nézni, hogy ez így helyes-e, és ez elegendő-e és folytatható-e. Tehát mindenképpen érdemes orvossal konzultálni, szakorvossal konzultálni ez ügyben. Amikor egy viszeresség rosszabbodik az évek során, és látványosan, akkor igen. Van, amikor stagnál, és nem okoz panaszt, ilyenkor elsősorban lehet, hogy esztétikai probléma a betegnek, és ha őt nem zavarja, akkor azért nem feltétlenül kell akár megműteni. Nagyon szépen köszönöm, doktornő, hogy itt volt velünk, és segített körbejárni ezt a témát. Nagyon köszönöm, hogy itt volt.